Televíziónkat kereste meg az Összefogás az Állatokért Alapítvány tagja, aki egyébként a helyi kutya menhelyi munkatársa is, hogy válaszokat adjon azokra a kérdésekre, amelyet, mint ahogy elmondta, mostanában folyamatosan kap a szervezet. Például, hogy miért nem veszik fel a telefont éjszaka, mikor kóborkutyát kívánnak bejelenteni a lakosok, vagy hogy miért nem érkeznek ki gyorsabban a helyszínre. A szakember szerint az érdeklődők nem elég tájékozottak azzal a kapcsolatban, hogy kinek mi a feladata. Az összefogás alapítvány azért jött létre, hogy a, a kutyáknak az életminősége addig még várják a gazdira, vagy befogadásra nem kerülnek, a lehető legjobbak legyenek. Ezt önkéntes alapon munkaidőn kívül az alapítvány finanszírozza, csinálja, karöltve persze a pargondozó KFT-vel. A kutyák befogását nem az összefogás alapítvány végzi, hanem a pargondozó KFT. A pargondozó KFT-nek a dolgozójának viszont van egy munkaideje ami 8 órás munkaidő, az, hogy őt lehetett eddig hívni, és lehet is hívni, hogyha a kutya életveszélyben van, vagy bármilyen probléma van, az az ő szorgalmán múlik. A menhelyet a parkgondozó Kft. működteti, és az elmúlt időszakban viszont olyan kérdésekre is választ akartak kapni az Egyesülettől a lakosok, hogy miért csupán annyi kutya van a menhelyen, mint ami jelenleg ott található. Ez viszont gazdasági kérdés, amivel a céghez kell egyenesen fordulni. Én nem gondolnám, hogy csekék mennyiséget fogadunk be, száz férőhelyes a kutyamenhely, ahol bővítésbe is gondolkodunk, mert a fejlesztés is téma, és egyébként pedig az alapítvány németországi partnere rendszeresen jön, szinte havonta, és viszel kutyákat. Tehát van fluktuáció, van cserélődés. Azt mindkét szakember jelezte, hogy a parkgondozók Kft. és az alapítvány viszont továbbra is várja az észrevételeket, kérdéseket, és ha tudnak, reagálnak is rá.